Sadő György ügyvédje azt mondta híradónknak, Védence soha semmilyen összeget nem adott Völner Pálnak, nem volt korrupció. Korábban az RTL.hu azt írta, hogy Sadül a kihallgatásain azzal védekezett, hogy csak azért kapott olykor pénzt a végrehajtóktól, mert korábban kölcsön adott nekik. Völner Pállal pedig csak italt ajándékoztak egymásnak hétköznapi figyelmességként. Döbbenten olvasta a leírtakat. Így reagált kihallgatásán a végrehajtói kar elnöke a vele szemben felhozottakra az RTL.hu által megismert papírok alapján. Sadül tagadta, hogy korrupciós kapcsolatot alakított volna ki Völner Pál volt igazságügyi államtitkára. Az ex-államtitkár szerepéről úgy fogalmazott, még elképzelése sincs arról, hogy hogy kerül az ügybe dr. Völner Pál. A végrehajtói kar letartóztatásban lévő elnöke azt állította, hogy egyáltalán nem adott Völner Pálnak pénzt, legfeljebb italt ajándékoztak egymásnak, ezek azonban szerinte csak hétköznapi figyelmességek voltak. A vád szerint ugyanakkor rendszeresen készpénzt adott át a politikusnak, legalább 83 millió forintot. A Blicknek kiszivárogtatott hangfelvételeken, amiket a hatóságok rögzítettek, ugyanakkor az hallható, hogy Sadül egyik beosztottjával beszéli meg, hogy 3 millió forintot fog átvenni. Valamikor majd jöhetnél ide a harmadik kerületbe, és egy hármast hozhatnál, mert nekem el kell mennem a szokásos barátunkhoz, akihez szoktam menni. Tudod? Aha. Visszafordulok az irodába, mert most jöttem el. Valami szatyorra, meg valami piát tegyél mellé, mindegy, hogy mit, csak valami viszonylag normális piát. Az RTL-nek kiszivárogtatott kihallgatási papírok alapján Sadül arra a kérdésre, hogy kapott-e a végrehajtóktól készpénzt, kölcsönökre hivatkozott. Kerestük Sadül György ügyvédjét, Morvai Attilát, aki telefonon annyit közölt híradónkkal. A gyanúsítással szemben egyértelmű, hogy Védence soha semmilyen összeget nem adott Völner Pálnak, őt nem korrumpálta, erre sem oka, sem indoka nem lett volna. Kerestük Völner Pál ügyvédjét is, akit elértünk ugyan, de nem akart nyilatkozni. A híradónknak nyilatkozó jogász ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az igazmondási kötelezettség nem terheli vallomása során a vádlottat. A vádlotti védekezést az ügyésznek kell megcáfolnia. Az elhangzottakat megszokott védekezési formának tartja. Az ilyen gazdasági típusú bűncselekményeknél, ahol hirtelen valakinek valaki több-kevesebb pénzt időközönként adnak, olyankor általában azt, hogy kölcsön adtam, és ők meg visszaadták, az nem, hát hogy is mondjam, nem párját titkító védekezés. Hogy tényleg kölcsönökről volt-e szó, azt az ügyvéd szerint Sadül érdemben szerződésekkel és vallomásokkal igazolhatja. Úgy tudjuk, az ügy előkészítő ülése február 2. felében kezdődik a bíróságon, és több napos lesz. Völner Pál továbbra is szabadlábon védekezhet. Ukrajna vadászrepülőket is szeretne a nyugattól, sőt azt állítja, hogy a hatékony védekezéshez legalább 180 darab F-16-osra lenne szüksége. Az Egyesült Államok hajlik a kérés teljesítésére, Németország hallani sem akar róla. Közben a magyar miniszterelnök nyugati újságírókkal folytatott háttérbeszélgetéséből újabb részletek derültek ki. Ukrajna mellett az Európai Unióról is beszélt. Ezzel kapcsolatban híradónk megkeresésére a miniszterelnökség azt írta, semmilyen újdonság nem hangzott el Orbán Viktortól. A már majdnem egy éve tartó háborúban tavasszal Ukrajna és Oroszország is újabb offenzívára készül. Olaf Scholz német kancellár például legutóbb azt mondta, a harci repülő kérdése fel sem merülhet. Miközben amerikai katonai tisztségviselők már nyíltan beszélnek az F-16-os vadászgépek szállításáról. Szent Ivány István úgy véli, a német kancellár helyesen teszi, hogy óvatos a kérdésben. Németország teljesen egyértelművé tette, hogy ő semmiképpen nem fog adni. Az Egyesült Államok nem ilyen egyértelmű, de idáig azért ő sem ígért semmit, tehát egyelőre nem látszik, hogy Ukrajna repülőgépekhez jutna. Szent Iványi István szerint a NATO nem áll háborúban Oroszországgal, és nem is akar belefolyni a harcokba. Ezt nagyon helyesen teszi, hiszen Oroszország egy nukleáris hatalom, és egy ilyen háború az könnyen nukleáris világháborúvá fejlődne. Tehát ebben teljesen igaza van a német kancellárnak, senki sem akarja ezt. Azt viszont mindenki szeretné, hogyha Ukrajna visszanyerné területi függetlenségét és területi épségét. Az ukrán Defense Express haditechnikai lap szerint Ukrajnának 180 darab F-16-os, úgynevezett negyedik generációs vadászgépre lenne szüksége. Kismededek József híradónak azt mondta, az F-16-osok átadásának katonai szempontból is csak akkor lenne értelme, ha biztosítanák, hogy az oroszok ne bombázzák szét már a földön az értékes szállítmányt.
Nyilván ez már egy más szintet jelentene, de hát előtte meg kell valósítani azt, hogy a légvédelmi rendszerek is átadásra, illetve szolgálatba állításra történjenek, mert addig a repülőgépeket oda átadni, az rendkívül komoly veszélyt jelentene a repülőgépek biztonságát illetően. Orbán Viktor csütörtökön Budapesten a Karmelitában tartott beszédet. Erről a beszélgetésen résztvevő nyugati újságírók több helyen és több részletet is megírtak. Rod Rehel a Népszavának küldött levelében módosításokat hajtott végre eredeti cikkéhez képest. Az újságíró korábban még azt írta, hogy a miniszterelnök határozott nemmel felelt arra, hogy maradna-e az Európai Unióban, de a mostani tisztázó levélben azt állítja, hogy Orbán Viktor viccnek szánta a választ. Levélben kérdeztük a miniszterelnökséget, hogy nem kívánják-e tisztázni, pontosan mi hangzott el a találkozón. Válaszukban azt írták, a múlt heti háttérbeszélgetésen semmi újdonság nem hangzott el. A miniszterelnök csak úgy, mint tavaly parlamenti programadó beszédében világossá tette, az EU tagság nem kívánságműsor, hanem Magyarország nemzeti érdeke. Boris Kálnoki, a Matthias Corvinus Kollégium médiaiskola igazgatója szintén ott volt a Karmelitában. Twitter bejegyzése szerint Orbán Viktor arra számít, hogy a következő években elmélyül a feszültség Magyarország és az Európai Unió többi része között. Az Európai Unió legkorruptabb állama lett Magyarország a Transparency International jelentése szerint. A világranglistán a 77. helyen állunk Kuvaittal, a Salamon-szigetekkel és Vietnámmal holt versenyben. A világranglista élén Dánia végzett, itt a legkisebb a korrupció. Megkeresésünkre a kormány hazugnak minősítette a jelentést hozzátéve, érdekes, hogy a Transparency sem a brüsszeli bürokráciát, sem az Európai Parlamentet nem vizsgálta. Magyarország az Európai Unión belül az utolsó helyet foglalja el a korrupciós listán. A Transparency International éves korrupciós jelentése szerint Magyarország rontott tavaly óta. Idén ugyanis Románia és Bulgária is jobban végzett a korrupciót vizsgáló rangsorban. A felmérés során a berlini központ kutatói üzletembereket és szakértőket vontak be, akik a közszektort pontozták korrupció tekintetében. Ennek alapján kiderült, 10 év alatt egyetlen ország sem rontott annyit a pontszámán, mint mi. Hazánk a régiós középmezőnyből az utolsó helyre esett vissza, miközben például Észtország kiugróan jó eredményt ért el. Világviszonylatban közepes az ország korrupciós fertőzöttsége, a világranglistán hazánk a 77. helyen áll. A visegrádi négyek tekintetében Magyarország azonban egyre jobban leszakad, ugyanis Szlovákia, Csehország és Lengyelország is leelőzött bennünket. A Transparency szerint mindezek mögött az áll, hogy a politika a markában tartja az államot. Az államhatalmat foglyul ejtette a politika, a klasszikus értelemben vett jogállam és hatalommegosztás Magyarországon megszűnt, a közpénzeket a kormányhoz, a hatalmi elithez közel álló üzleti körök könnyedén megszerzik és uralják a közbeszerzési piacot, illetve az állami megrendelések területét. To send a written notification to Hungary. A Magyarország ellen a választást követően indult jogállamisági eljárás is azt mutatja a Transparency szerint, hogy 10 év után az Unió is belátta, kezdenie kell valamit azzal, ha rendszer szinten megsértik a jogállamot. Ezért kötik feltételekhez az uniós forrásokat. Ez egy teljesen új dinamika a magyar-EU viszonyban. Korábban a magyar kormány lényegében bármit keresztül tudott vinni. Az Európai Unió vagy félrenézett, vagy nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Most már megvan az akarat arra vonatkozóan, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra. A Jobbik szerint a jelentés a magyar kormány teljesítményét tükrözi. Az is világosan látszik, hogy mindez addig javulni nem fog, amíg a korrupció üldözésére létrehozott szervezetrendszer köbben ott van egy legfőbb ügyész, aki a párthoz azért jócskán köthető, vagy amíg Magyarország nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Momentum szerint a korrupció következménye Magyarország esetében a legaggasztóbb és legsúlyosabb. Az egy tünet. És ennek az eredménye viszont az, hogy az ország egyre rosszabb körülmények között élünk, sajnos idáig vezet a korrupció. Megkeresésünkre a kormány hazugnak minősítette a jelentést, hozzátéve érdekes, hogy a Transparency International sem a brüsszeli bürokráciát, sem az Európai Parlamentet nem vizsgálta, ők lemaradtak a listáról. Ahhoz, hogy a 2320 milliárd forintos támogatást megkapja Magyarország, legkésőbb 2024 végére fel kell oldani a napelemek betáplálási moratóriumát. Ez áll az Európai Bizottság november végén kiadott javaslatcsomagjában.
az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár azt mondta, az energiabiztonság érdekében fejleszteni kell a rendszert, ennek előfinanszírozását pedig uniós forrásokból vállalja a kormány. A szakértő szerint hazánkban eltorzult a megújuló energiatermelés. Több az igény, mint amit a hálózat jelenleg be tud fogadni. Ezzel indogolta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter még októberben a betáplálási moratórium bevezetését. Ez azokat a napelemmel rendelkező, vagy ilyen rendszer kiépítését tervező tulajdonosokat érintette, akik a hálózathoz történő csatlakozási igényüket október 31-e után adták le. Az Európai Bizottság tavaly novemberben kiadott egy javaslatcsomagot, amely egyebek közt azt tartalmazza, hogy a moratóriumot legkésőbb 2024. december 31-éig kell feloldani ahhoz, hogy az ország hozzáférjen a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, vagyis az RRF támogatási forrásaihoz. Balogh József szerint a javaslatcsomagban meghatározott időpont a végső határidő a moratórium feloldásához. 2024. december 31 az utolsó nap, ameddig meg kell csinálni. Már holnap is megbevezethetnék, csak március 31-ig meg kell mondaniuk, hogy mit csinálnak, és legkésőbb december 31-ig meg kell csinálni. Ez nagyon jó szabályozás. Nyomás alá helyezik őket, hogy 31-ig, ugye hát mindjárt itt a március 31, kötelezzétek el magatokat, és legkésőbb december 31-ig csináljátok meg. Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország hétfői adásában azt mondta, fontosnak tartja a helyben megtermelt energiát, az energiabiztonság érdekében azonban fejleszteni kell a rendszert. Alapvetően az uniós forrásokból, az RRF forrásokból kívánjuk ezt részben finanszírozni, és amíg nem érkeznek meg a források, addig pedig a kormány úgy döntött, hogy előfinanszírozza ezeket a projekteket annak érdekében, hogy minél hamarabb meg tudjanak valósulni. Ugyan a kormány október 31-től megszüntette a visszatáplálás lehetőségét, a szaldó elszámolásnak nem vetett véget. Azok érdekében pedig, akik más elszámolás alá esnek, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség javaslatot tett a minisztériumnak. Európai Uniós vállalásunk, hogy az első negyed évben, az idei évben be fogják vezetni a bruttó elszámolást, akik például támogatott napelemes rendszerekre, akiknek nem jogosultak a szaldó elszámolásra, rájuk fog vonatkozni. A betáplálási lehetőségek tilalmának feloldásával Magyarország több mint 2300 milliárd forintot kaphat. 33%-kal nőtt a bérek vásárlóereje Magyarországon az elmúlt évtizedben a GKI gazdaságkutató szerint. A növekedés ellenére az euróban mért átlagkeresetek tekintetében viszont csak Romániát és Bulgáriát előztük meg az Unióban. A híradónknak nyilatkozó szakértők szerint az uniós bérektől való leszakadást a gyenge forint, a kormány multikat támogató politikája és a 600 ezer állami alkalmazott alacsony bére okozza. Személyigazolványigénylés és autóátiratás. Mindkettőben a kormányablakban dolgozó ügyintézők segítenek. Közalkalmazottként havi nettó 197 ezer forintért. Évek óta alacsonyan tartják a közszféra fizetését. A kormány egyelőre hallani sem akar a szakszervezet 25%-os béremelési kéréséről, sőt a közalkalmazotti bérek 38.650 ezer forintos illetmény alapja 15 éven nem változott, miközben ugyanez az illetmény alap az országgyűlés hivatalában már 70 ezer forintnál jár. Az országgyűlési hivatalnak a jogállását alkalmazzák a közszolgálatban, és akkor nem lesz gond. Nem kell nekünk örökké bértárgyalni, ha van benne egy automatizmus. Akkor az inflációs hatást, az átlagkereset növekedés hatását mindenki automatikusan megkapja. Az állami alkalmazottak fizetésének vásárlóértéke már tavaly novemberben 10%-kal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. A GKI szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy habár a KSH szerint 2010-től 2022-ig a nettó átlagkereset a 2,6-szeresére növekedett, a teljes körű kereseti adatokban az infláció mellett is 33%-os reálkereset növekedés volt 2021-ig. Mégsem sikerült a felzárkózás az Unióhoz. Az euróban mért átlagkeresetek tekintetében a magyarok a három legrosszabbul kereső polgárok között voltak, Románia és Bulgária előtt. Egyrészt a magyar forint rendkívül gyenge.
ami leértékelte a magyar munkaerőt. A gyenge eredményhez emellett a multikat támogató kormányzati politika is hozzájárul, állítja Molnár László. Rendkívül alacsony hozzáadott értékű munkát hoz Magyarországra, amit nyilván nem lehet jól megfizetni. Tehát nem a magas hozzáadott értékű szellemi tevékenységeket díjazó munkákat, hanem a jellemzően kétkezi, de azon belül is inkább a betanított jellegű munkákat, tehát az összeszerelő jellegű gyártási tevékenységeket. Ráadásul az elmúlt 10 évben csak a gyártást, feldolgozó ipart nem sújtotta külön adókkal a kormány. A szolgáltató iparra jelentős terheket rótt, ami szintén hozzájárul az uniós bérelszakadáshoz. Hiszen a beruházási tevékenységeiket, a magyarországi bővítési lehetőségeiket fogják vissza azzal, hogyha minél több szektorra vetnek ki külön adókat. A makroelemző a tankötelezettség korhatárának megemelésében, a diplomások arányának növelésében, míg a GKI vezérigazgatója a magyar vállalkozások támogatásában és az uniós források jobb elosztásában látja az uniós bérek felzárkózásának lehetőségét. Egyre több vidéki kistelepülésnek nincs saját fogorvosa, míg a nagyobb városokban válogatni lehet a szakemberek között, számos faluban csak 2 hetente egyszer rendel az orvos. Sokszor a 20 millió forintos vissza nem térítendő támogatás és az ingyenesen felszerelt rendelő sem elég ösztönzés ahhoz, hogy a fogorvosok vidékre költözzenek. Míg a városokban sok fogorvos dolgozik, több vidéki kistelepülésen csak egy-egy szakember rendel. Somogy megyében van olyan ellátási terület, ahol 20 település 4 praxisára csupán 1 fogorvos jut. Potonyról most 8 kilométert kell utazniuk a falubelieknek egy-egy kezelésért. Ráadásul csak hetente egyszer van rendelés, mert többre nincs kapacitása az orvosnak. A település polgármestere, aki egyben a kistérségi társulás elnöke is, most azon dolgozik, hogy normális ellátáshoz jussanak a települések. Én azt látom, mivel elég régóta foglalkozunk a fogorvos kérdéssel, hogy sőt azt gondolom, hogy talán országosan nincs nagy fogorvos hiány, ha egyáltalán van, viszont a területi eloszlása a fogorvosoknak az katasztrofális. Tehát a nagyvárosokat, városok környékét, ahogy látjuk, halljuk, ott vannak fogorvosok, vidékre nagyon nehezen jönnek. Pedig bőven járna juttatás azoknak az orvosoknak, akik bekapcsolódnak a vidéki ellátási láncba. Abban az esetben, hogyha egy fogorvos vállalja, hogy 6 éven keresztül kezeli a környék pacienseit, akkor azonnal 20 millió forint üti a markát, amely összeget bármire költhet. Akár egy házat vásárolhat, de például egy új autóval is gazdagodhat a praxisa. A híradónknak nyilatkozó fogorvos szerint azonban nem ennyire pozitív a helyzet, míg a kormány egyik kezével ad, a másikkal elvesz. A rendelet szerint áprilistól megvonják az alapfinanszírozásunkat, tehát a bázisdíjat, azt a díjat, amiből eddig fenntartottuk egyáltalán a rendelőt. Tehát ebből fizettük az asszisztenciát, a könyvelőt, a rezsiköltséget, a nagymértékben megemelkedett tömőanyag árakat, a fogászati szoftvert, a gépnek a karbantartási költségeit, tehát igazából mindent, hogyha ezt is kihúzzák a lábunk alól, akkor nem tudom, miből lehet egyáltalán ellátni a lakosságot. A fogorvos szerint nem meglepő, hogy vidéken kevés az állami szektorban dolgozó fogorvos, ugyanis a végzett egyetemisták nagy része magánpraxist nyit, egy része pedig külföldön folytatja pályafutását a jobb fizetés reményében. Debrecen polgármestere szerint sem a lakosságra, sem a környezetre nem jelent veszélyt a város mellett épülő kínai akkumulátorgyár. Pap László mindenről azután beszélt, hogy személyesen győződött meg a beruházó cég németországi üzemének működéséről. A debreceni beruházás ellenzői viszont azt mondják, nincs értelme összehasonlítani a két gyárat. Rengeteg a valótlan információ a Debrecenben épülő akkumulátorgyárral kapcsolatban, mondta a híradónknak Pap László polgármester azt követően, hogy meglátogatta a beruházó kínai cég németországi gyárát. Közösségi médiában kontroll nélkül mennek az információk, olyan hajmeresztő történetek jelennek meg, miszerint 3 havonta vérátömlesztéssel kell menni azoknak, akik ezekben a gyárakban dolgoznak.
A polgármester azt is elmondta, már folynak az egyeztetések, hogy független szakértők is ellenőrizzék a beruházással együtt járó környezetterhelést. A monitoring rendszer kialakításában zajlanak az egyeztetések a Debreceni Egyetem különböző intézeteinek a szakembereivel, hogy a monitoring rendszer összeállítása az milyen paramétereknek feleljen meg, és arra is ígéretet tettem, hogy szakmai civil szervezetek számára is hozzáférhetővé tesszük az adatokat, hogy a közbizalom helyreálljon ebben a kérdésben. A polgármester szerint abban kell előrelépniük, hogy képesek legyenek hiteles és valós tényeken alapuló válaszokat adni a szerinte téves információkra. A gyárépítést ellenző civil fórum elnöke azt mondta, hogy a polgármester látogatását követően összehasonlították a német gyárat a Debrecenbe tervezettel. Azt állapítottuk meg, hogy nagyságrendileg oly eltérés van a kettő között, hogy összehasonlíthatatlan. Mi úgy ítéljük meg, hogy ebből messze menő következtetéseket nem lehet levonni. Egyetlen egy esetben lett volna ennek bármiféle értelme, amennyi mondjuk a víz felhasználásáról kapunk adatokat, de erre vonatkozóan semmilyen hír nem jelent meg. A polgármester viszont azt mondta, németországi tapasztalatai alapján az üzem a néhány száz méterre fekvő lakóházakra sincs káros hatással. Pap László úgy véli, a debreceni gyárat is így építik fel a kínai beruházók. Tovább nőtt az olló a legszegényebbek és a gazdagok között. Bas László szociológus szerint van egy annyira szegény réteg Magyarországon, akiknek még az is luxusnak számít, hogy a gyerekük iskolába járjon. Az Indexen megjelent felmérésből az derült ki, hogy a magyarok 30%-ának a hónap végére teljesen elfogy a pénze. Kevesebbet járok fürödni, mert nagyon szeretek úszni, mert elég drágák a bérletek. Színházba is kevesebb szer megyek el. De egyébként az élelmezést el tudom látni. De nekem a trapista sajt, amit nagyon szerettem, akkor a krém sajtok, akkor a vaj, például egy tizedekes vaj, több mint 1000 forint, hát azért nevetséges, ne halad. Meg a kenyér, hát egy fél kiló kenyér 600 forint. Járókelőket kérdeztünk arról, mi az, amire tavaly még költöttek, idén viszont már nem engedhetik meg maguknak. Lehet, hogy kevesebbet tudok költeni színházra vagy utazásra, de megoldható. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke híradónknak azt mondta, a januári és a februári foglalási adatok alapján kijelenthető, a magyarok utazni akarnak. Rendkívül sok foglalást fogadnak be jelen pillanatban az utazási irodák. Tehát nagyon nagy az utazási kedv, amihez nézetem szerint az is hozzájárul, hogy azért nagyon sokan még tavaly sem mertek elindulni külföldre. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke már nem ennyire bizakodó. Az előfoglaltsági adatokban azt látjuk, hogy például mi szállodánban lényegesen alacsonyabb az előfoglaltsága februárra, mint egy évvel ezelőtt, ami volt, hogy aztán a hó végén ez mit fog mutatni, az tényleg azt kell mondani, hogy nem lehet megmondani, mert napi szinten jelentős változások vannak. A fürdőkben év elején emelték az árakat, ahol főként hazai vendégkör fordul meg, 10-15%-os, a nemzetközi turizmusban érintett fürdők esetében 30%-os a drágulás. Ennek ellenére nincs hiány látogatókból. A vendégeink létszámában nemhogy csökkenés, inkább növekedés tapasztalható az elmúlt év hasonló időszakához képest, sőt az elmúlt év negyedik negyedévéhez képest is. Ugyanakkor az Indexen szerdán megjelent Intrum európai fogyasztói fizetési felmérésből az derült ki, hogy a magyar emberek 30%-ának a hónap végére teljesen elfogy a pénze. A legszegényebb rétegnek pedig egészen más számít luxus kiadásnak, mint ami a riport elején elhangzott. Ami a luxusba kerül, az oktatás, az egészség, a kultúra, csupa olyan tényező, csupa olyan elem, ami a családok, a gyerekek jövőjét fogja majd erőteljesen meghatározni, hanem tudok költeni az egészségemre, rövidebb lesz az életem, hogyha nem tudok költeni a gyerekem iskoláztatására, akkor nem fog tudni ő sem kitörni ebből a nyomorból. A szociológus hozzátette, Nógrád vármegyében a gyerekek 20%-a nem tanul tovább 16 éves kora után. A megemelt bérüket a teljes évre visszamenőlegesen meg fogják kapni a tanárok, miután megérkeztek az uniós pénzek. Ezt válaszolta Rétvári Bence államtitkár a DK-s Vadai Ágnes kérdésére. A DK szerint a miniszter helyettes válasza tele van csúsztatással. Közben a diákok civil szervezetekkel közösen tüntetést szerveznek március 15-ére a Hősök terére.
Már egy hete, hogy hiába várakoztak a szaktárca épülete előtt a tanárok, a sztrájk tárgyalások továbbra sem hozták meg a várt eredményt a béremeléssel kapcsolatban. A DK-s Vadai Ágnes most Pintér Sándorhoz fordult, hogy megtudja, a szaktárca milyen mértékben kívánja emelni a pedagógusok bérét. Pintér Sándor helyett Rétvári Bence államtitkár küldött választ, amit a DK-s politikus mellett a Magyar Nemzet is megkapott. A lap nyilvánosságra hozta Rétvári válaszát, amiben arról ír, hogy idén januártól 10%-kal emelkedtek a pedagógus bérek. A miniszter helyettes válaszában ismét az uniós források megérkezéséhez köti a további bérkorrekciót, vagyis hogy 2023-ban 21%-ra emelkedjen az emelés mértéke. 2024-ben nem 10, hanem 25%-os, 2025-ben pedig egy 29%-os béremelés valósulhat meg. Rétvári Bence ugyanakkor hangsúlyozta, az éves emeléseket visszamenőlegesen az adott év január 1-től kell alkalmazni, ha az uniós források megérkeznek. A DK oktatáspolitikusa szerint a válaszlevél tele van csúsztatással. Tele van csúsztatással és ellentmondással, ugyanis még a második 10%-os pedagógus bérpótlék emelés sem érkezett meg a tanárok számlájára, és itt nagyon fontos, hogy pedagógus bérpótlék emelésről van szó, tehát nem az alapbért emelik, az ugyanis 2014 óta változatlan. Döbbenetes megint csak a válasza. És a PDS szerint a közvéleményt akarja átverni a kormány ezzel a válasszal. Egy éves sztrájk folyamatra nem képes a kormány érdemi lépéseket tenni, és ezért sokan azt mondják, hogy egyszerűen elvesztették a reményt arra, hogy ilyen módon például munkabeszüntetésekkel a kormányra lehet hatni. Én pedig azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy ne veszítsék el most a reményt. A PDS abban bízik, hogy a március 14-ére tervezett országos sztrájknaphoz sok tanár csatlakozik. A diákok 24 civil szervezettel karöltve pedig előadásokat és virrasztást szerveznek szintén március 14-ére a Hősök terére. A nemzeti ünnepen pedig tüntetés lesz. Március 15-e délután 3 órakor a Hősök teréről indulunk majd el, és az Andrássy úton végigvonulva érünk át a Szabad Sajtó útjára, ott az Erzsébet hídnál. Ez körülbelül olyan 2 órát fog igénybe venni, tehát maga a menet. A tüntetés szervező diákok úgy érzik, a közoktatás helyzete továbbra is borzasztó, és így nem is kapnak megfelelő oktatást, amely felkészíteni őket az életre. Nem várhatóak dízelellátási gondok Magyarországon. A február 5-ével életbe lépő orosz kőolajat sújtó szankciók hatására. Erről beszéltek híradónknak a megkérdezett szakértők. Vasárnaptól ugyanis az EU megtiltja, hogy a tagállamok orosz kőolaj származékokat vásároljanak. Magyarország mentességet kapott a szankció alól, és a környező országokba is exportálhat kőolajtermékeket az uniós megállapodás értelmében. A november-decemberben látott benzinkutas tömegjelenetekkel már nem lehet találkozni a hazai kutakon. Február 5-től viszont újabb szankciók sújtják Oroszországot, amik az üzemanyagellátásra is hatással lehetnek. Vasárnap lép életbe az az uniós szabályozás, amely megtiltja, hogy az Európai Unió bármely tagállama vagy olajvállalata orosz finomított kőolajterméket vásároljon. Emiatt szakértők szerint napi 900 ezer hordó dízelt kell majd más forrásból pótolnia a tagállamoknak. Olyan ellátási gondokra és olyan áranomáliákra vagy nagyon durva áremelkedésre emiatt nem számítunk, mert ez tényleg csak egy átrendeződés. Ez annak köszönhető, hogy Magyarországra továbbra is érkezhet orosz kőolaj. Az azonban újdonság, hogy mostantól a MOL nem exportálhat orosz kőolajból készült finomított termékeket. Ez alól kivételt képeznek a régiós országok, ugyanis az uniós megállapodás értelmében Ausztriába, Csehországba és Lengyelországba is szállíthatnak kőolajtermékeket. Szakértők szerint most az a kérdés, hogy meddig elegendőek a betárolt készletek. Az lesz a kérdés például, hogy a mezőgazdaság mennyire tankolt be az ársapkás üzemanyagból, és ő neki az igénye az mikor jelentkezik majd komolyabban. Magyarország egyébként két irányból képes nagy mennyiségben kőolajat importálni, hogy abból például gázolajat készítsen. A Barátság vezetéken és Horvátországból az Adria vezetéken keresztül. A szakértő szerint Magyarországon, de különösen Európában csak idővel lehet majd véleményt mondani a szankciók fenntarthatóságáról. Május-június körül fog igazán látszani, hogy ebből mekkora probléma lesz, hogy addigra mennyire sikerült tényleg az alternatív importkapacitásokat kiépíteni. A dízel ellátás természetesen az áruszállítást is érinti. Magyarországon és Európában az összes áru több mint 70%-át közúton szállítják.
A közúti áruszállításban tevékenykedő nehéz tervgépjárművek gyakorlatilag 100%-ban gázolajat tankolnak. A főtitkár azonban nyugodt és nem számít üzemanyagár emelkedésre. Azok az országok, amelyek továbbra is az orosz olajhoz és ráadásul egy ilyen ársapkával ellátott olajhoz vagy nyersanyaghoz jutnak, azoknál nem feltétlenül indokolt, hogy áremelés legyen. Árvai Tivadar szerint az árufuvarozás átállítása elektromos meghajtása még mindenhol gyerekcipőben jár, és a vasút sem tudja átvenni a közúti fuvarozás szerepét, tehát a dízelhiányt mindenképpen el kell kerülni. Híradónk megkereste az Európai Unió Bizottságát is, azt szerettük volna megtudni, meddig kap Magyarország mentességet az orosz kőolaj importtilalma alól. Adásunkig választ nem kaptunk.